Sziasztok! Aki nem beszél, az pedig majd... Sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Dobbantó, bemutatom Bojtos Web Csillát, én Bojtos Zoltán vagyok. Ma este folytatjuk a múlt héten elkezdett sorozatot, amikor sztorikat fogunk mesélni. Az is jó sikerült, gondolom, hogy ez is jó fog sikerülni. Átadom a szót Börcsök Andrásnak, és hallgatjuk a riportalanyodat is téged. Köszönöm szépen, sziasztok! Mai riportalanyom, bár én nem így fogalmazom, de mindegy, szóval hogy Csontos Zsuzsa. Zsuzsa 3 éve van, szinte napra pontosan, nem? Valamikor 2015. február elején csatlakoztál a DXN-hez. Zsuzsa Székesfehérváron lakik, és azok közé tartozik, aki nem a szomszéd tukmálta el azt, hogy foglalkozzon ezzel az üzlettel, hanem tudatosan kereste azt, hogy lehetne online üzletet építeni. Ráadásul, hogy ez a határokon is átíveljen. De Zsuzsa, ezt meséld el nekünk, kérlek, hogy sikerült a DXN-t megtalálnod, illetve hol, mert szerintem ez is érdekes. Jó, akkor jó, köszönöm. Tulajdonképpen, engem mindig is érdekelt az egészségügy. Úgyhogy meg ezek a témák, orvos is akartam lenni egy időben, meg ilyenek. De aztán az informatika irányába mentem, és sokáig dolgoztam, mint informatikus. Aztán egyszer kikerültem Írországba úgy, hogy a férjem munkája véget, de nagyon, valaki mondta nekem, hogy Írország az izgalmas, hát így belegondoltam, tényleg izgalmas, mert itt egy sörgyárba dolgoztam. És mit viszek haza a sörgyárból? Sört. Ez egy jó év volt, de aztán volt egy másik 4 év is, amikor már nem volt ilyen jó munkám, és amikor azt abba hagytam, akkor elkezdtem tanulni egyrészt, elmentem college-ba, és ilyen childcare, egy ilyen óvónéni szinten tanultam, és emellett ugyanúgy elkezdtem blogokat írni, mert hát otthon voltam, ezt nappalint csináltam, ráértem, és mivel a régi hobbim volt az egészségügy, ezért ilyen témában indultam el. És gondoltuk, hogy na jó, van, hát mivel én most kim vagyok szakadva, hát az attól még ugye nem kell megszakítani minden szállat itt, lehetne azért ebből akár megélni is. És végül is egész jól indultak a blogok, és találtam is olyan ilyen affiliate marketingeket, amivel végül is lehetett pénzt keresni, de hát emellett szerettem volna egy webshopot is. És akkor már korábban így rám írtak. Domján János írta, hogy szeretek-e kávézni. Hát úgy elsőre így nem ugrottam rá, megmondom őszintén erre a kérdésre. Jó, pár évig ott ült a kérdés a monitoromon, és azt egyszer visszaírtam neki, hogy igen, akkor érdekel. És akkor léptem be tulajdonképpen, de akkor nagyon tetszett az, hogy léteztek azok a barna weboldalak, úgymond, és hogy tudtam linkelni minden egyes termékre külön. Úgyhogy ezek nekem nagyon tetszettek akkor, és ugye belefűztem szépen a blogjaimban, meg a weboldalaimban, hogy na, hát ehhez kapcsolva ez a termék, hú, de jó. És akkor most már ez a lehetőség nincsen, de attól függetlenül azért még oda lehet intézgetni, majd még dolgozunk ezen, hogy akár a saját weboldalmon legyenek ilyenek. Igen, mert hogy te, neked ugye nagyon fontos szempont volt, hogy online tudd ezt az üzletet építeni, és használsz is elég komoly online eszközöket. Egy pár szót tudnál nekünk mondani, hogy ezek micsodák, hogy mi az, amit a ma elérhető technológiákat, hogy hogyan használod, vagy milyen érdekességek, mert beszéltünk arra, hogy azért vannak itt érdekes dolgok például a közösségi médiában, hogyha erről egy pár szót mondanál nekünk. Köszönöm a bizalmat, nagyon kedves. Igen, tehát hogy a social marketingben úgy próbálok így beleilleszkedni, meg ugye ami kell, azon mindenhol legyen egy Ganoderma Shop, vagy Net, vagy Hu nevű oldalam, és hát a Facebookon is vannak ilyenjeim, és hát az egyik problémám az volt a Facebookkal, ugye, hogy hát engem bizony a csoportokból kitiltott, most persze ki vagyok tiltva ideiglenesen, mondjuk április 1-ig tart ez majd, mert valami olyat posztoltam a csoportokba, ami nem volt megfelelő a Facebook policy-nak. Tehát erről tudni kell, hogy én
Leginkább ugye ganodermás termékeket posztoltam, és ugye csináltam egy jó kis képet, legalábbis én azt gondoltam, hogy hú, ez jó kép lesz, na majd ezt posztolom. Csak hogy valószínűleg itt vannak ilyen megszakítások, például az, hogy bizonyos mennyiségű írásnál több nem jelenhet meg a képen, tehát hogyha én nem tudom, talán 30, most nem néztem utána, egy bizonyos százaléknál több a szöveg, mint kéne, akkor azt a Facebook úgy letiltja, hogy legalábbis én azt hiszem, ez a pontos oka annak, hogy mert nyilván nem mondja meg, hogy mi volt pontosan az oka, csak annyit írt nekem, hogy nem feleltem meg a policy-nak. Tehát, hogy szóval most melyik policy-nak, mert nyilván azért van nekik egy más, aminek meg kell felelni, úgyhogy most ilyen kis buktatók vannak. De a többi social médiával ugye vagyok, csak azokat ritkában használom, ugye. Mint azok nincsenek ilyen letiltások. Bár már egyszer a Google-n is volt már egy olyan letiltásom, hogy csináltam egy teljes blogot, és csak a childcare blog volt, tehát csak gyerekekkel foglalkoztam, hogy hogyan kell őket ugye, segíteni, meg mindenféle jó ötletek voltak. És úgy, ahogy volt a Google, azt is letörölte. Az egész blogot. De azt meg tudtam reklamálni, és aztán visszatöltötték. Szóval vannak ilyen buktatók, és az érdekes, és esetleg tanulságos is. Én azt gondolom, hogy esetleg, hogyha mi is próbálunk itt csoportokba posztolni, így közösen, akkor így ebből érdemes itt tanulni, esetleg jobban utána nézni, hogy mégis mik azok a buktatók, amiket feltétlenül el kell kerülni ahhoz, hogy megkerüljetek ti is ilyen szituációba, hogy hónapokig esetleg nem tudok posztolni. Köszönjük. Igen, egyébként ez egy érdekes dolog. Ha valakinek van erről tapasztalata, akkor érdemes lehet egyébként erről egy ilyen dobbantót, tehát hogy így, hogy megosztani. Ugye Juditék, Keső Juditék, Judit építi nagyon komolyan online az üzletet, hát ha ő is tudna nekünk ezzel kapcsolatban mondani pozitívumokat. És ha már online, és hogy ha már határokon átívelő, akkor ugye itt van ezen igazi üzletépítési lehetőség, ami hát kőkeményen elindult, és hogy fogalmazzak, te is felültél erre a buszra. Miért? Tehát mit láttál ebben, milyen lehetőséget látsz ebben, hogy elkezdés, sőt, mint több ugye már regisztráltad is van. Erről esetleg egy pár szót, ha tudsz nekünk mondani. Én nagyon örültem ennek a lehetőségnek, hogy egyáltalán, hogy így felkaroltak minket, úgymond, mert tulajdonképpen ez nem más, mint tulajdonképpen ilyen vezető, hogy szépen lépésről lépésre megkaptuk az instrukciókat. Ez nagyon nagy segítség, mert kis saját fejemből nem jött volna ezt elő így, ilyen szépen levezetve, úgyhogy nagy segítség. Én amúgy is online gondolkodtam eleve, úgyhogy megmondom, én több országban így jelen vagyok, vagy így több internet, igen, országban van, mondjuk úgy, hogy országban, és akkor ez nekem természetes volt, hogy tehát ezzel nincs gond, hogy akárhol máshol terjeszkedjek. Úgyhogy nekem ez nagyon tetszett, nagyon örülök, most éppen ma este is volt egy regisztrálóm, aki viszont azt jelezte felém, hogy a Google Chrome-ban nem töltődött fel automatikusan a név és a szponzor kód. És ez úgy meglepődtem rajta. Mondom, akkor ezt azért itt is feldobom, hát hogyha ti tudtok erről, vagy találkoztatok hasonlóval, azt mondta, hogy másik brózert kellett nyitni ahhoz, hogy kitöltse automatikusan. Ez is érdekes, csak úgy mondom, megjegyzem, hát ha találkozik ilyennel. Igen, Zsuzsánál, ugye jó magam is az informatikában vagyok civilben, úgyhogy ezeket ilyen érzékenyen látjuk meg ezeket a dolgokat, hogy ez hogy működik, vagy hogy nem. De azért sikerült a regisztráció, tehát sikerült lebeszélni vele a... Most azt írta, hogy sikerült, vagy meglátjuk. Nem tudom, én még nem kaptam róla visszajelzést, hogy nem néztem azóta. Jól van. Szuper. Tényleg csak egy gondolat Zsuzsával kapcsolatban, hogy én amikor beszéltem vele, nekem abszolút az jött le, hogy ilyen szerényen, és hogy mondjam, tehát tényleg az internet segítségével is lehet üzletet építeni, hiszen ugye Zsuzsa már Style Agent szinten van, és azt látjuk, hogy ez nem megfelelő neki, többet szeretne. Úgyhogy
Mik azok egyébként az offline eszközök, igazából, amit te például mondjuk a felső vonalatból nagyon szívesen látnál, vagy esetleg ugye volt ilyen, gondolok konkrét dologra, például ugye a kozmetikai bemutató, hogy ezeket, hogy mik lennének azok, amiket így a technológián kívül még így offline módon szívesen látnál, ugye tőlünk is akár. Hát először is akkor rajtatok keresztül szeretném megköszönni még egyszer Tündinek azt a bemutatót, amit itt nálam tárban csinált. Nagyon-nagyon tetszett mindenkinek, és jól éreztük magunkat, inkább olyan kis családias volt, úgyhogy ez jó volt, ezt megköszönöm, ez nagyon jó volt. Hát így offline-ban mindenképpen szerintem úgy nagyobb igényem nincs, tehát én mindenképpen online segítséget várok inkább, tehát hogy nekem ez nagyon jó volt, hogy eljött, de úgy tulajdonképpen ugye nem hiszem, hogy most még egyet a közeljövőben fogok így szervezni, vagy ilyesmi, attól függetlenül, hogy ez sikeres volt, meg jó volt, de azt hiszem inkább azokat értékelem most, azokat is nagyon értékelem, amit online kapok, mert akkor ez copy-paste, és úgy érzem szinte, hogy na, ez nekem gyorsabb. De lehet, szóval csak én érzem így esetleg, hogy én nekem az úgy kényelmesebb, hogyha megkapok valami docba, vagy most nagyon jók ezek az a nigériai, az a business class is, az a Nigéria. Szerintem ott olyan fantasztikusan jönnek az információk, és hogy be lehet rakni ugye az embereket. Ez nekem is könnyebbség, meg mindenkinek. Szóval, hogy én most ezeket értékelem nagyra, és nagyon örülök neki, hogy ilyen szintű támogatás van, ami szinte hihetetlen, hogy tényleg ide ezt írd, ide ezt ragni. Nagyon nagy segítség. Hát ez egyébként biztos, hogy az, hogy ezzel megkaptuk a fundamentumokat, így azért jóval könnyebb nekünk is, úgyhogy én is köszönöm szépen ezúton. Zsuzsának meg nagyon különösen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt, és mesélt pár momentumot az ő DXN-es történetéből, és akkor én azt gondolom, hogy tovább is adnám a szót, és köszönöm, hogy meghallgattatok minket. Én is köszönöm. Na és akkor mi következünk? Én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy fantasztikus gyémánt házaspár a csapatomban, aki engem is mindig nagyon inspirál, és nagyon kreatívak, és nagyon szeretem látni, amit csinálnak, de még én különleges helyzetben vagyok azáltal, hogy ők rendszeresen kérnek konzultációt tőlem. Úgyhogy korábban Skype-on, most pedig a Zoom szobát is szoktuk erre használni, és akár egy-másfél órát is elbeszélgetünk. Én is nagyon jól meg tudok velük ösztönni mindenféle tapasztalatot, és a tudásomat is, de az különösen nagyon szuper, amikor elmesélik, hogy mi minden történik velük. Mivel annyira aktívak a DXN üzletben, és rengeteg emberrel kerülnek kapcsolatba, és sokszor elképesztő történeteket mesélnek nekünk. Sőt, mivel Zoli, ugye mert itt róluk van szó, Csilláról és Zoliról, ugye nagyon sokat vezet még mindig, és sokkal egyszerűbb úgy kommunikálni, hogy nekem hangüzenetbe elküldi a dolgokat, és akkor van, hogy 20-30 perces hangüzenetet is elküld, és elképesztő sztorikat oszt meg azzal kapcsolatban, akár a terveivel, vagy hogy mi történt velük az új belépőkről, az új érdeklődőkről. Úgyhogy én ezt mindig nagyon élvezem, de aztán persze nem egyszerű mindenre jó lereagálni, hogy egy hosszú e-mailben, vagy néha én is küldök hangüzenetet. És akkor azt gondoltuk, hogy akkor most egy történetet Zoli is osszon meg velünk, itt mindenkivel, hogy ne csak én legyek ilyen különleges helyzetben. Jó, köszönöm, hogy Csillával így beszéltük, hogy előbb én beszélek, neki is van egy jó sztoria. Az én sztorim tulajdonképpen azért érdekes, mert volt egyszer egy fiatalember, akinek agyvelőgyulladása volt, ilyen betegségről én korábban soha az életben nem hallottam, hála jó Istennek. És neki ajánlott egy ismerőse, hogy ő hallott erről a ganoderma gombáról, hát hogyha az használna. Amire ő fölháborodott, és azt mondta, hogy ez egy átverés, hát te nem tudtad, hogy az a ganoderma az egy átverés? És hogy ezt bebizonyítsa, mindjárt be is írta a Google-ba, hogy ganoderma átverés. Hát mit ad Isten, nekem van egy olyan blogbejegyzésem, amelyik erre van kihegyezve, hogy ganoderma átverés, és ő ezt meg is találta. Mondanom sem kell, hogy azért az a cikk úgy van megírva, hogy a végén kiderül, hogy ez nem átverés. Úgyhogy a fiatalember azóta a munkatársunk, és fogyasztja is nagy erővel ezt a átverés a ganoderma bombát.
igazából én egy ilyen rövid sztorit hoztam. Köszönjük szépen, ez szuper volt. És akkor Csilla, te is mesélsz nekünk egy történetet. Hát, én egy annyira friss történetet mesélek, hogy egészen pontosan 9 éves. Arra gondoltam, hogy elmondom a legeslegelső történetet, ami a DXM-ben történt. Az első csatlakozom, igen, igen. Én egy egyesületbe tevékenykedtem akkor, inspiráció volt annak is a neve, és ott az egyik tag, az egyik barátom, tehát ilyen egészségügyi problémái lettek, egész konkrétan ilyen nagyon hirtelen elszédült, elájult, és nagyon megijedtek, hogy elkezdett ugrálni a vérnyomása. És én akkor nagyon-nagyon-nagyon friss, tehát néhány napos DXM-es lehettem, olyan nagyon sokat még nem tudtam a Ganodermáról, viszont már roppant lelkes voltam, és ajánlottam neki, hogy ez hátra segítene neki a vérnyomás helyrehozásában. És nagy meglepetésemre egy kis idő múlva jelentkezett, és nekem szegezte a kérdést, ami azonnal így a gyomromba akasztott, hogy hát de azt nem mondtad, hogy van ennél sokkal olcsóbb Ganoderma is. És képzeljétek el, hogy én akkor nem néztem utána, tehát én a Judittól hallottam először a Ganodermáról, 9 éve ez még azért elég nagy újdonság volt, meg nem fordult a fejemben, hogy más is árul Ganodermát, nem csak mi. És nagyon kellemetlenül ért a kérdés, felkészületlenül, hogy a miénk miért kerül ennyibe, és rögtön szaladtam Judithoz. Biztos nem emlékszel már erre, Judith? Emlékszel rá, hogy jaj, ezt kérdezték, hogy ez miért ennyibe kerül? És akkor végül is ő elmagyarázta akkor, hogy miben más a mi ganodermánk, miért tud többet, illetve hogy a piaci szereplőknek, ugye van akinek drágább, van akinek olcsóbb, és hát ez... Igazából egy, tehát utána én is tovább tudtam adni ezt a történetet neki, hogy azért a mi kivonatunk, az nem is tudom, hogy 18 vagy 20 kilóból készül. Szóval nagyon erős, nagyon hatásos. Úgyhogy ez volt az első történetem. Ő utána beregisztrált és fogyasztotta is a terméket, tehát nem tántorította el az ára. De ez egy jó tanulság lehet, azt gondolom, azoknak, akik ilyesmivel elkezdenek foglalkozni, hogy az első mindig a tanulás. Először tudd meg, hogy mi van a kezedben. Igen. Na hát ez nagyon jó kis történet. Így, hogy így mondtad, így már nekem is eszembe jutott. És tényleg azon a véleményen vagyok én is, hogy azért jó tudni a többi piaci szereplőt, valamennyi információt, de amikor kérdeznek nekünk, akkor mindig az kell, hogy nem az kell, hogy a konkurenciát szívni, hanem elmondani, hogy a mi termékünk miért jobb. Meg hát azokat nem is ismerhetjük olyan mélyen, tehát itt ez sokkal lett etikusabb az, amikor elmondjuk azt, hogy a mi termékünk az miért jó, miért tartjuk azt a legjobbnak. Szerintem ez a jó hozzáállás, de azért tényleg jó, hogyha van egy kis információnk róluk. De az a legjobb, hogyha a DXN termékekről tudunk igazán ütős dolgokat elmondani. Na, nagyon szépen köszönöm ezt a két történetet. Akkor ugye most részletekről akkor így ennyi is. Igen. Jó, nagyon szépen köszönöm, és akkor átadom a Szabinak a szót. Na, sziasztok! Én már csak a tündét szeretném látni, hogy itt van, meg nagyon-nagyon jó. És sziasztok! Hogy látom, hogy hallani is. Most egy olyan hölgyet láttok, akivel elmesél magát a történetet, ahogy először hallottam a hangját, mert hogy telefonon hallottam először az ő hangját, és csak a jelenetet szeretném elmondani, hogy ki az, aki tudja, hogy Szentbék állam erre van. Tudjátok, hogy egy gyönyörű hely. Épp a Tündivel arra futottunk, amikor megcsörrent a telefon, mondtam, hogy hát ezt most futás közben nem veszem fel, de lefutottunk nem tudom én hány kilométert, az volt az első, hogy rögtön hívom, egy ismeretlen szám volt, és egy hölgy hívott, hogy beszeretne regisztrálni. De körülbelül így ez volt, és maga a sztori az nagyon-nagyon érdekes, mert hogy ő már valahol hallott előtte az üzletet. Hadd mondjam már előtt. De persze, ezt meg fogom hagyni, csak hogy maga az egész történet, az egy nagyon-nagyon izgalmas történet, és tűnne, hogyha még mielőtt majd bármit mondanék rólad, azért ezt a sztorit így elmesélnéd, hogy te hogyan kerültél a DXN-nel kapcsolatban, és mi volt ez az ok utána, amiért azt mondtad, hogy te neked újra kell a DXN? Hát
Én vagy 6-7 évvel ezelőtt hallottam, mert hogy akkor én nem éltem Magyarországon, és volt egy kedves kolléganőm, aki mondta, hogy fú, van egy cég, olyan jó kávékat árulnak, és hát egyik finomabb, mint a másik, és ráadásul még ez ilyen MLM rendszerben, hát mondtam, hogy ez pont nekem való. Na, mondom, és akkor itt van az országban, mert hogy tudni kell, hogy akkor még Angliában éltem, London városában. Hát mondta, hogy nincs. Hát mondom, ez az én szerencsém. Végre mondom, van egy cég, amelyik olyan terméket forgalmaz, amire nekem szükségem van, mert nagy kávés vagyok. És mondom, hát persze, hát minden van itt Angliában, de pont ez a kávé nincs. Hát elteltek szépen az évek, közben hazajöttem, akkor migránsként visszaregisztráltak Magyarországra. Hát ez eléggé megviselte akkor a lelkemet, mondom, hát ezt nem hiszem, elmondom, hazajövök ennyi év után, és akkor rögtön migráns státuszba tesznek. És akkor még rögtön nem, de ez végig motoszkált a fülembe, akkor gyorsan kerestem munkahelyet, akkor lett munkahelyem persze napi 24-be, és akkor, fú, mondom, azért csak, mondom, ez a kávé, mondom, csak utána kéne nézni, mondom, jól van, na, mondom, most jön a születésnapom, na, jön a születésnapom, és meglepem magam, ez pont így történt, és akkor gyorsan végignéztem, mondom, ki ez, mondom, ki csinálja, kik vannak itt, mondom, kik a gyémántok, mondom, már valami olyat kerítek magamnak, aki tud valamit erről az ügyről, mondom, végignézem, kik vannak itt Magyarországon, mert ugye már az MLM-ről valamennyit tudtam, nem sokat, egy keveset, mondom, akkor csak a legjobbakkal, persze, jó, mondom, nagy lány vagyok, igen, és akkor mondom, tessék, itt van ez a Cérna Szabolcs, mondom, ez pont jó lesz nekem, ez a fiatal ember, mondom, nagyon klassz, nem túl fiatal, nem túl idős, mondom, fogja bírni a dilimet, és akkor mondom, hogy szépen kiválasztottam magamnak, megkerestem a vezét, és akkor mondom, ez csak úgy hip-hop nem lehet, mondom, akkor jóval rácsörgök, most van egy kis időm, és akkor szólok neki, hogy akkor beregisztrálok, de túl sokat ne várjon tőlem, mert most nekem csak ez a kávé kell, mert most nagyon sokat dolgozok, és kell, hogy legyen energia. Úgyhogy így szakadtam a Szabi nyakába. Nagyon szépen, köszönöm. Azért egy édes, édes teher, azért el kell mondani, tehát függetlenül attól, hogy hogyan kezdted el, és mi volt az elsődleges szándékod, azért ennél már túlmentünk, hiszen azért én nagyon-nagyon sokat voltam lenne nálad Miskolcon, és tényleg szépen alakult a csapat is. Amire én még kíváncsi vagyok egyébként, hogy maga most azok, amit most látsz, hogy miért vagy a DXM-ben, és miért szeretnéd a DXM-t felépíteni, és magasabb szintre jutni, hiszen jelen pillanatban a Star Agent szinted van, hogy mi az okod, a fő okod, hiszen gyerekekkel foglalkozol. Megmondom az igazat, hogy magamért. Tehát most már 30 sok éve vagyok a pályán, általában a szociális szférában dolgozok, és úgy látom, hogy ha itt maradok, és ezt csinálom, akkor semmi nem lesz belőlem 60 éves koromra. Ez pedig, amit mellékesen csináltam, mert ugye ahhoz tudni kell, hogy közben volt, hogy két munkahelyem volt egyszerre meg egyebek, és nekem ez egy felüdülés volt ezzel foglalkozni, amikor volt egy kis időm. Na most az idő intervallumok megváltoztak. Van időm, van szabad időm, és akkor csak olyannal vagyok hajlandó most már foglalkozni, ami nekem. Ahhoz, hogy legyen szabadságom, nyugdíjba tudjak menni, ugye azt csináljak, amit szeretek, végre oda tudjak menni, ahova szeretek. Nem az, hogy nem utaztam a világba, nem erről van szó, hanem az, hogyha el akarok menni egy hétre egy nemzetközi néptáncfesztiválra, akkor egy hétig ott fogok lenni, és ez nem fáj senkinek. És szabad leszek, szeretek, tehát ez semmi más, ugyanúgy az emberekről szól. Van a szociális szférának egy olyan hátulütője, hogyha az ember érzi, hogy ki fog égni, akkor ott kell hagyni. Mert azt csak úgy lehet csinálni, hogy 100%-kal. És én már most
most úgy érzem, hogy már 20-30 évet nem fogok tudni ezen a pályán el lehet tudni, mert már azt hiszem, hogy mindent végigéltem, amit lehetett, és úgy gondolom, hogy most addig, amíg karban tudom magam tartani, és van ez a lehetőség, és nem veszítettem el, akkor ezzel fogok élni. Nagyon szépen köszönöm, és csak azok miatt kérdezem meg, akik egyébként újak vagy újonnan csatlakoznak, hogy nagyon érdekes volt az első alkalom, amikor lementem, hogy mi volt az, arról mesélnél le arról a találkozóról, hogy milyen körülmények között volt, hol, mert egyébként egy nagyon tanulságos, és sokan félnek az ilyen jellegű dolgoktól, hogy a kávézósra gondolok egyébként, amikor ott voltunk a kávézóban, hogy Tünde kibérelt, annyit elmondok, Tünde kibérelt egy kávézónak egy részét, és odahívta meg az ismerősét, és ott tartottuk az első kávékóstolót, és az nagyon-nagyon jól sikerült, hogy erről így erről az élményről mesélnél-e valamit, mert egyébként lehet, hogy ez segíthet másoknak is az üzletépítés folyamán. Hát ez rém egyszerűen ment, mert nem messze a munkahelyemtől, tehát hogy ne kelljen túl sokat hiányozni, és ott volt egy kis étterem, bementem, megbeszéltem a pincérrel, hogy bejönnénk ide egy páran kávézni, de nekünk csak víz kellene, hogy ne ijedjen meg, majd iszunk valami gyümölcslevet, mert a kávét azt magunk hozunk, de vízre azért szükségünk van. Mondta, hogy persze, nyugodtan jöjjenek be, és azok, akiket meghívtam, azok amúgyan volt amúgyan kapcsolatom, de igazándiból nem osztottam meg velük, hogy te jön majd kis Pista Jóska, meg Marika is, meg egyébként, és addig-addig ment a beszélgetés, hogy egy ilyen kis klubest lett belőle, mert hogy megörültek egymásnak, hogy jaj, te is itt vagy, na hát akkor ígyük együtt a kávét, meg persze, regisztráljunk el nekünk a csomag, hogy ne. Egymást belevergelték a regisztrálásba, meg a kávézásba. Egyébként erre én is emlékszem, és ez óriási hangulat volt, és most nem tudom, 300-400 pont volt az első találkozóra, hogy ott annyi jött, és azt hiszem két díjas regisztráció. Tehát, hogy tényleg nagyon jó hangulata volt ennek az egésznek. Ezt csak azért mesélem el a többieknek, mert igenis, hogy működnek ezek. És ez egy személyes kérdés. Mik a terveid erre az évre? Hát ez az év ez sokkal izgalmasabb lesz, mint, mert ugye ez sem titok senki előtt, hogy én nem vagyok egy nagy internetrajongó, de internetrajongó vagyok, de nem vagyok Facebook, nem élek a Facebookon. Na és most úgy döntöttem, hogy ha ezt még, ugye már sok mindent meg kellett tanulnom, mert nekem nem tanítottak se informatikát, nem tanítottak angolt, én már olyan régi vagyok, hogy én még oroszul tanultam, tehát minden én új dolgolok. És akkor most ez jön, hogy úgy döntöttem, hogy akkor ezt a nigériai történetet, és ezáltal megtanulom a Facebookot is használni. Nem az, hogy nincs Facebookom, meg nem tudom mi az, hogy WhatsApp, meg Viber, de nem élek rajta. Tehát csak ennyi. Nem élek rajta, a külföldi barátaimmal tartom a kapcsolatot, és ennyi. Uh-huh. Úgyhogy most Nigériával is fogok foglalkozni. Egy kicsit palérozom az elmémet, hogy informatikából is egy kicsit jobb legyek, mint ami vagyok. Úgyhogy... Ez, és megmondom őszintén, nagyon-nagyon szeretnék jövőre nyugdíjba vonulni, úgyhogy az összes szabad időm adja Isteni. Na, ez nagyon-nagyon jó hallani. És érdekességként szeretném elmesélni így a többieknek, hogy Tündinek van egy lánya. Egészen véletlenül őt is Tündinek hívják, aki magyar futszál válogatott, és Olaszországban, Szicíliában játszik jelen pillanatban. A Tündi is már csatlakozott az üzlethez, és hát nem titkolt célunk és vágyunk. Az enyém elég erőteljes, de ezt már a Tündivel, a kis Tündivel meg is beszéltük, hogy igazi nagy nemzetközi lábakat építeni, és erre meg is van az esély, mert hát elég nemzetközi csapatban játszik, és rengeteg brazil csapattársa van és barátnője, és ugye most, ott meg most indul az üzlet, úgyhogy... Ha egy picit a lányokra még egy-két gondolatot mondanám. És még el ne felejtsd, hogy nagyon szeretik Tündit Japánba. Tehát nem amikor felejtsd, a látszik... és semmit nem fogok elfelejteni, Tündit, bármit mondasz ezzel kapcsolatban.
amikor a Lációban játszott, és kint volt Japánban, azóta is nincs olyan megmozdulása, látom a posztokból, meg ügynemből, hogy azért Japánból kőkeményen számon tartják, hogy ő vele mi van. Tündenagi. Úgyhogy... Tündenagi. Igen, tündenagi. Pontosan. Én és a tündéről még annyit kell tudni, hogy ő Olaszországból rendezi az édesanyja online megjelenését is, ez mellett egyébként, tehát, hogy nagyon nagy segítség. Igen, és elmondanám nektek, hogy már most WhatsAppon bejelentkeztem nála, mert időpontot kell kérni, hogy mikor tud velem foglalkozni online. De megkaptam ma az üzenetet, és ez így megy. Megkaptam így üzenetet, hogy holnap. Mert ma neki akármilyen csapatmegbeszélés van, ma nem ér rá velem foglalkozni, holnap. Úgyhogy... Tehát lesz nigériai Facebook oldalom, ha megcsinálja a lányom, vagy megmutatja, hogy kell megcsinálni. Na, ez így nagyon sok egyébként családi segítséget mindenki igénybe vehet a nemzetközi hálózatépítésnél. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, Tünde, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést, és nagyon sok sikert kívánok, mert hát ezt ugye megbeszéltük, de az egyik gyémántom, egyik leendő gyémántom az te vagy. És ez fontos, mert a szponzorok általában mindig jobban elhiszik, és többet tudnak az emberekről, mielőtt saját maguk elhiszik. Úgyhogy dolgozunk ezen, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy ma este itt voltál, és legyél itt a következő szerdán is, és minden szerdán ezentúl. Úgyhogy visszaadom a szót Zoli nektek, mint házigazdáknak, és köszönjük még egyszer a lehetőséget. Köszönöm szépen. Szerintem sikerült túlszárnyalni a múlt hetet. Most pedig következik az afterparty, akik felvételről nézik, azoktól búcsúzunk.